Az egyik tiltakozó kifogás emelt a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építése ellen, ám azt nem volt hajlandó elárulni, hogy milyen védett madarak élnek abban a parkban, ahol fölépítenék az épületet. A beruházás ellen több hete folyik a tiltakozás, amit az Éljen Szexárd frakció több képviselője is támogat. Az ott lakók egy része nem szeretné, ha ott épülne meg a rendelő, de mindig mással indokolják meg, hogy miért is nem jó az a helyszín, hol a föld alatti pincékre, hol a természetvédelemre hivatkoznak, jelentette ki Ács Ezső Szekszárd polgármestere azon a sajtótájékoztatón, amire Bomba Gábor az Éljen Szekszárd frakció vezetője és Zaják Rita képviselő is meg volt hívva, ám az egyeztetés előtt 45 perccel lemondták a részvételt. Ács Ezső úgy véli, a korábban meghozott döntések alapján, hogy a beruházást az eredetileg kijelölt helyen kell megvalósítani. A városvezető azt mondta, értetlenül áll a képviselők tiltakozása előtt, hiszen a kizárólag az Éljen Szekszárd frakció tagjaiból álló Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság február elején 7 szavazattal döntött a projekt elindításáról, és legutóbbi február végi ülésén azt nem változtatta meg, nem függesztette azt fel. A polgármesternek pedig figyelembe kell vennie a bizottságok döntését, így kötelessége volt aláírni a kivitelezési szerződést. Egyet szeretnék azért kihangsúlyozni. Alapvetően nyilván most polgármesteri döntésekkel működik mindenhol az országban, minden város. Én azt az elvet követem, hogy a bizottságok javaslatot tesznek különböző kérdésekben, és ezen javaslatok figyelembevételével hozom meg a döntéset. Minden esetben szeretném figyelembevenni a bizottság döntéseit. Ács Ezső kifejtette, a főépítész számos szakmai szempontot vesz figyelembe egy beruházás helyszínének kiválasztásakor. Így például azt, hogy tömegközlekedéssel megközelíthető-e, elegendő parkoló helyet lehet-e kialakítani mellette. Fog majd a bizottság hozni egy ilyen döntést, és akkor megnézem, hogy ez nem veszélyezteti-e a városnak az ügyeit, mert én értem azt, hogy mondjuk 69 ember mond valamiről egy véleményt, de 4700 meg más véleményt mondott, amiből 180, vagy akik közül 188 már aláírásával is vállalta a véleményét. Ács Ezső kijelentette, több mint 80 millió forinttól esik el a város, ha a beruházás az Éljen Szekszárd frakció következetlen döntései miatt meghiúsul. A következő egyeztetés a jövő hét elejére várható.